Figyelmetlenség, szabályszegés, jellemzően ezek okozzák a baleseteket a vasúti átkelőknél, most újra emelkedést tapasztalnak. Útátadás Geszteréden 300 millió forintból szélesítették és burkolták újra a községbe vezető egyik külterületi utat. Komplex felzárkóztató program, felújított épületbe költözött a tanoda és a biztos kezdett gyerekház Tiszavasváriban. Tragikus vonatgázolás történt szerdáról csütörtökre virradóan a pátrohai vasútállomáson. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A baleset nem sokkal éjfél után történt a Nyíregyházáról Záhonyba tartó személyvonattal. A vonaton a személyzeten kívül nem tartózkodott senki. Az áldozat egy fiatal férfi. A baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok. Bár a halálos gázolás nem átkelőn történt, a vasúti balesetek az átjáróknál is megszaporodtak. Idén országszerte már 22 ilyen történt, amiből egy végződött tragédiával. A baleseteket legfőként az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozza. A statisztika javulása érdekében a MÁV csoport újra elindította az Érj haza biztonságban kampányát. 3 évvel ezelőtt itt Újfehértónál tragédiához vezetett a piros lámpa figyelmen kívül hagyása. Egy traktoros haladt át a jól működő fényjelző tiltása ellenére. 2 ellenkező irányból érkező vonat is elgázolta. A mezőgazdasági gép sofőrje a helyszínen meghalt. A vasúti átjárókban történő tragikus balesetek szinte minden esetben elkerülhetőek. A balesetek száma pedig a tavalyi évhez képest növekedett. Idén eddig a MÁV vonalain 22 baleset történt vasúti átjárókban, ez 6-tal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Eddig 1 balesete végződött halállal és 4 súlyos sérüléssel járt, a többi esetben is jellemzően anyagi kárral jártak a balesetek. Jellemzően elmondható, hogy a közúton közlekedők, illetve a gyalogosok, kerékpárosok nem tartják be a KRESZ szabályait, tehát annak ellenére hajtanak be a vasúti átjáróba, hogy a fénysorompó berendezés tiltójelzést ad, vagy a soromporudak le vannak engedve, illetve az András Keresztes vasúti átjárók esetében pedig megállás nélkül, körültekintés nélkül hajtanak be a vasúti átjáróba. A megugró számok miatt a MÁV újra elindította az Érj haza biztonságban elnevezésű kampányát a megelőzés érdekében. A kampány részeként a vasúttársaság a média csatornákon keresztül hívja fel a figyelmet a körültekintő közlekedésre a vasúti átjárókban, illetve a rendőrséggel közösen is szervez kampányokat. Olyan útátjárós ellenőrzéseket, amelyeken jelen van a vasúti társaság biztonsági szervezete és a rendőrség is. Emellett a nyári időszakban a balatoni térség átjáróiban is nagyobb figyelemmel készül a vasúttársaság. A vasúti átjárókkal kapcsolatos közlekedési rendre figyelmet folyamatosan felhívjuk a vasúttársaság online csatornáin, illetve honlapján. Az Érj haza weboldalon, tehát a www.maf.hu/érhaza weboldalon a korábbi balesetekről videók, illetve képes beszámolók is láthatóak, melyek mutatják, hogy bizony komoly anyagi kárral, komoly sérüléssel járó balesetekről van szó. Ezen kívül a MÁV idén indította podcast sorozatát, amelynek egyik része a Gázolások, balesetek a mozdonyvezetők szemszögéből című epizódja is ezzel a témával foglalkozik. Ugyanaz idei év egyelőre emelkedést hozott a balesetek számát illetően, tavaly jelentős csökkenést regisztráltak a tavaly előtti évhez képest. 2023-ban 61 baleset volt, amelyekben összesen 9-en haltak meg. Egy évvel korábban 90 balesetben 34-en vesztették életüket. A MÁV szerint a javuló statisztika szerteágazó figyelemfelhívó kampányoknak is nagyban köszönhető. Felújították a Nagykáló felől Geszterédre bevezető külterületi út 2,7 kilométeres szakaszát. A fejlesztést 2 ütemben végezték. A beruházás 300 millió forintba került, amelynek 95%-át a vidékfejlesztési programból nyert forrásból finanszírozta az önkormányzat. 1,5 méterrel szélesebb lett és új burkolatot kapott Geszteréd egyik külterületi útszakasza. A Kállói úti munkálatok 2 ütemben zajlottak. A beruházást már 2022 őszén elkezdték, hivatalosan pedig most adták át a fejlesztést, amelynek jelentős részét a vidékfejlesztési programban nyert forrásból finanszírozta az önkormányzat.
Ez a 2,7 km 300 millió forintba, 300 millió 52 000-be került, ehhez 5%-ot saját erőt fordítottunk bele, az önkormányzat tette bele, még várjuk ennek az útnak a belterületi út szakaszát, reményeink szerint hamarosan fogjuk tenni, de az átadás nem késett, hanem ez most időben van, nagyon sok helyen még most készítik az utakat, de mi nálunk mást is volna mit átadni, az egészségházat, temetőkerítést, meg több mindent tudnék mondani, a zsidó temetőt. Hála jó Istennek és a magyar kormánynak elég jelentős pályázatokat el tudunk hozni, de vannak még céljaink és még vannak álmaink, ami megvalósításra várnak. Az átadó ünnepségen Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a 2014-től 2021-ig tartó ciklusban az irányító hatóság több mint 4000 a vidékfejlesztési programban meghirdetett pályázatot ítélt sikeresnek ebben a választókerületben. Ez közel 50 milliárd forint értékű támogatást hozott a térségben működő gazdálkodók, civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak számára. Ezen belül a külterületi utak fejlesztéséhez 17 önkormányzat nyert forrást. Ez a program is részét képezi annak a 17 pályázat együttesnek, amely a választókerületben 3,5 milliárd forint támogatást jelent, és összesen 45 kilométernyi megújult utat, megújult külterületi utat. Tehát összességében 17 pályázatban 3,5 milliárd forint értékű útfelújítás, külterületi útfelújítás érkezett ide a választókerületbe, aminek reményeink szerint a gazdák és a helyiek is örülni fognak. Az ünnepségen Nagy István agrárminiszter elmondta, a vidékfejlesztési programban meghirdetett két felhívás eredményeként 2500 kilométer hosszan újultak meg külterületi utak az országban. Még az első kiírásban erő és munkagépek beszerzéséhez kaphattak forrást a pályázók, addig a 2021-ben megjelent felhívásban maximum 300 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthattak a kérelmezők. Itt összesen 822 kérelmet támogattunk, mintegy 127 milliárd forint értékben. A felhívás hozzávetőleg 1500 kilométer külterületi út megújítását tette lehetővé országos szinten. Geszteréd önkormányzata erre az utóbbi felhívásra nyerte el azt a több mint 285 millió forintot a mintegy 300 millió forint összköltségi projektre, amelynek részeként két különböző helyről számú út burkolat megerősítése és szélesítése valósult meg 2,7 kilométeren. Az átadáson az is elhangzott, az új agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat az év elejétől folyamatosan hirdetik. A külterületi közutak fejlesztését célzó új felhívás a tervek szerint 2024 őszén jelenik majd meg. Nyírbátorban tartott országjáró fórumot a Fidesz-KDNP szerdán. A Bátori Anna Református Általános Iskolában szervezett eseményen Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, bemutatta a párt polgármester jelöltjét és önkormányzati képviselőjelöltjeit. A fórum meghívott vendége volt Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes, aki a június 9-i választás tétjéről is beszélt. Helyben is nagy tétje van, de egész Európa szempontjából, hiszen nekünk meg kell állítanunk a migrációt, mert ha most elrontjuk, utólag nem lehet majd jóvá tenni. Az, hogy a gyerekeink, az unokáink kikkel fognak együtt élni, az most fog eldőlni. A másik, meg kell állítanunk az LMBTQ őrületet, ami a természet rendjének a felforgatása, és mi meg akarjuk védeni a gyerekeinket, és nem akarjuk kitenni semmifajta deviáns szexuális propagandának. Harmadsorban pedig, ami a legfontosabb, hogy meg kell védenünk a kontinensünket, és így a hazánkat is, hogy ne sodródjunk bele egy olyan háborúba, ami nem a mi háborunk. Mi békét akarunk, és normális életet. Ez a tétje ennek a választásnak. Csak nem 160 millió forintból újították fel azt az épületet, amely a jövőben a tanodának és a biztos kezdett gyerekháznak ad otthont Tiszavasváriban. A komplex felzárkóztató program célja, hogy segítséget nyújtson a nehezebb sorban élő családok számára,
Az épület népkonyhával is bővült, ahol 130 adag ételt készítenek el napi szinten a rászorulók részére. Ünnepélyes szalagátvágással adták át a komplex felzárkóztató program keretében megvalósult Tanoda és Biztos Kezdet gyerekháza Tiszavasváriban. Az épület népkonyhával is bővült, ahol 130 adagot kapnak a rászorulók naponta. Az 1980-as években épült épületben mondhatni teljes felújítás valósult meg. Teljes hőszigetelés, nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzések, falak áthelyezése, mondhatni az épület teljes renoválása megtörtént, és hát elindult az idei évben 2024 évelején a Tanoda program, és most pedig 2024 júniusában indulni fog a Biztos Kezdet Gyerekház. Mindkét programban 30 gyermek, a Biztos Kezdet Gyerekház programban pedig 30 szülő is be fog kapcsolódni. Ugye Tiszavasvári a szívén viseli a hátrányos helyzetűek a sorsát, a szociális rászorulóknak a sorsát, és hát a Biztos Kezdet Gyerekházra nagy szükség volt, úgyhogy hálásan köszönöm a egyedi kormányzati támogatást a város nevében, mert bizony ez az egyedi kormányzati támogatásból valósult meg, közel 160 millió forintnyi bruttó értékben. A Tanoda és a Biztos Kezdet Gyerekház lényege, hogy olyan segítséget nyújtson a tanulóknak és a családnak, ahol a formális tanuláson kívül a délutáni szabadidő eltöltésében és a kötelességek teljesítésében segítse a gyermeket. Kiemelt célja, hogy lehetőség szerint senki nem morzsolódjon le az iskolában azért, mert nehezebb sorból jön. Alapvető előírás az, hogy itt az itt dolgozók között pedagógus végzettséggel rendelkezőknek kell, hogy legyenek. Egyfajta közösségszervezéssel kell foglalkozni, tanulással kell foglalkozni, kulturális sportélettel kell foglalkozni. Az itteni tanodák ráadásul tehetséggondozást, tehetségkiválasztást is építettek bele a programjukba. Tehát ezt az egészet úgy kell elképzelni, mint a nehezebben tanuló, vagy a nehezebb sorból jött a gyerekeknek adjunk egy mankót, adjunk egy segítséget, hogy felnőtt korukra ezt a hátrányt le tudják dolgozni, és minél inkább meg tudjanak maradni az iskolákban, és majd amikor dolgoznak, majd amikor oda jutnak, akkor tudjanak munkahelyen elhelyezkedni. Az elmúlt években Magyarországon nagyban nőtt a felzárkózás mértéke. Az Európai Unió által bevett statisztikai mutató szerint a súlyos anyagi és szociális nélkülözők száma Magyarországon 2015 óta 1 millióval csökkent. Ezzel párhuzamosan 1 millió fővel nőtt azok száma is, akik dolgoznak. Nagyon fontos, hiszen ezen a település részen hátrányos helyzetű családok élnek, és a Tanodának van egy nagyon jó programja, készséget fejleszt, egy jó látásmódot, egy jó módszertant alakít ki a gyerekekbe, egy kicsit játékosan nevel, és gyakorlatilag ide kapcsolja nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is. Nagyon fontosnak tartom a Tanoda programot, meg a Biztos Gyermekházat, de Biztos Kezdett Gyermekházat, és ez azt jelenti, hogy Tiszavasváriban egy nagy felzárkóztató programban nem csak infrastruktúrára, nem csak betonra koncentráltunk, útra, járdára, egészségügyi intézmény fejlesztésére, ebrendészeti telepre, hanem képzésre is, és ennek a képzésnek az egyik eleme itt a Tanoda, amelyet egy alapítvány, egy egyház fog működtetni, és itt voltak a képviselői, látható, hogy modern körülmények között, internet eléréssel itt a gyerekek fejlődhetnek. A Tiszavasváriban nyílt Tanoda és Gyerekház egy stabilan működő intézményrendszer évek óta. Országszerte már 180 Tanoda és 177 Biztos Kezdett Gyerekház működik, ezeket számos településen kormányzati támogatásból valósítottak meg. Már csak néhány nap maradt a határidőig, május 21-én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a személyjövedelemadó tervezetet, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tervezet átnézését legegyszerűbben az elektronikus azonosítással rendelkezők tehetik meg a NAV honlapjáról elérhető webes felületen. Kiemelték, hogy aki nem módosít a tervezetén, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve a kiajánlott tervezet lesz a bevallása május 21-ével. A legfontosabb tennivaló, és van tennivaló még május 21-ig,
hogy mindenki ellenőrizze az adóbevallás tervezetben szereplő adatokat. Továbbá, hogyha szükséges, akkor egészítse ki azokkal az adatokkal, amelyekkel mindenképpen szükséges. Mondom, hogy mik ezek. Tehát elsőként itt főleg a magánszemélyekről beszélgetünk, tehát a magánszemélyeknek mindenféleképpen ki kell egészíteniük a tervezetet az egyéb jövedelmeikkel. Na most... Itt elsősorban olyan jövedelmekre kell gondolni, amelyek nem szerepelnek a tervezetben, tehát nem a munkabérre, amelyekről igazolást nem kapott a munkavállaló, hanem például ide sorolható a bérbeadásból, az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem. A Bringa Piknik nem csak településeket köt össze, hanem embereket is, hangzott el a 7. alkalommal szerveződő rendezvény sajtótájékoztatóján. Idén nem csak Nyíregyházától Tokajig lehet kerekezni, hanem első alkalommal várja a hegykerülő is a bringásokat. A résztvevők biztonságáról a korábbiakhoz hasonlóan folyamatosan mozgó orvosi felügyelet és szervízbusz gondoskodik. Több ezer bringás indult útnak 2023-ban is Nyíregyházáról Tokaj felé a Bringa Piknik keretein belül. Idősebbek, fiatalok, túrázók, de még egy mozgássérült kisfiú is teljesítette a közel 35 kilométeres távot. Bátran indulhat bárki, hiszen folyamatos a mozgó orvosi felügyelet és felmatricázott szervízbuszt is biztosítanak a szervezők. Idén is így lesz ez a 7. Bringa Pikniken, amelyet először 2018-ban szerveztek meg több céllal. Az egészséges élet, a kerékpározás szeretete, a kerékpára nevelés a fiataloknak. Nagyon fontos, hogy ne csak a tévé előtt üljenek az emberek, hanem közlekedjenek, egészségesen közlekedjenek, és egy fantasztikus túrán vegyenek részt, ami teljesen ingyenes, kint vannak a szabadban, és egy nagyon kellemes napot töltenek el velünk. A rendezvény minden évben Nyíregyházán a Kossuth téren kezdődik. 8 órától már színpadi programok várják a gyülekezőket. A rajt pedig a nagyposta előtt lesz idén 9 óra 37 perckor, ahonnan a Sirály utcáig rendőri felvezetéssel közúton haladnak a bringások. A hétköznapokban azonban közel 100 belvárosi kilométer áll a rendelkezésükre. Nyíregyházán most már 80 kilométeres kerékpárút hálózaton, és ebben nincs benne a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút, mert az önmagában, hát a Katarnik számolom a városházától, az 35 kilométer. És ez nagyon sikeres fejlesztés volt. Annak idején furcsálották, hogy én a Modern Városi Program első pontjával a Nyíregyházról kezdtettem, hogy Nyíregyháza Tokaj közti kerékpárút, amikor a 30-valány kilométerből néhány kilométer csak a nyíregyházi közékhatár. De én rendszeresen járok ezen az útvonalon, biciklizek, és látom, hogy mennyien használják. A Bringa Pikniken tavaly közel 3000-en értek be Tokajba, a Fesztiválkatlanba. Idén is ez a célállomás, ahol különböző pihentető programok várják a bringásokat. Tokajnak ez a rendezvény turisztikai szempontból is fontos. Maga a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút az pedig elsősorban a turizmus szolgálja, és hozzá kell tenni azt, hogy a Tokajban érkező szálló vendégek, akik azért most már egy 5 és egy 4 csillagos szállodába is tudnak érkezni, kerékpárral érkeznek, pont azért, mert tudják, hogy egy fejlettebb infrastruktúra van a környékben, és előszeretettel használják ezt a kerékpáros infrastruktúrát. Szerintem ez egy fantasztikus dolog, és még szerintem óriási lehetőségek vannak abban, hogy tovább lehessen bővíteni majd ezeket a kerékpárutakat. Pont az Zemplénben, ahol olyan gyönyörű hegyes, dimbes dobos tájakon is lehet közlekedni, ugyanígy egy házatok egy egyenes szakasz. Van, aki azon túlmenő, hogy egy nap legyőzi ezt a szakasz, utána pedig arra vágyik, hogy egy dimbes dombos szakaszokon is megmérettesse magát. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, és a turizmusban is még nagy lehetőségek vannak. Pont amiatt, mert egyre többen használják a kerékpárt, és mivel egyre több infrastruktúrális fejlesztés van a térségben, ezért szerintem ez egyre több embert fog majd ide vonzani. Ezt akár közvetlenül a Bringa Piknik után is kipróbálhatják azok, akikben még maradt erő. Idén először rendezik meg a hegykerülőt. A Tokaji Fesztiválkatlanból 13 óra 30 perckor indulva Bodrog keresztúron és tartalon átvezet a bringások útja vissza a Katlanba. Mindez a 7. Bringa Piknik után 2024. május 25-én.
Befejeződött a szezon az Aqua SE 3 csapata számára. Az országos bajnokság A2 osztály B csoportjában szereplő U14-es nyíregyházi együttes az 5. helyen zárt a tabellán. Ugyanebben az osztályban az U14-es csapata 4. helyen végzett, míg az ifjúsági együttes a 6. helyen fejezte be a bajnokságot. A bajnoki zárófordulóban a soproniakat fogadták a nyíregyháziak. Az U14-es gyermekkorosztályban szinte végig vezettek a hazaiak, a mérkőzés azonban döntetlennel zárult, majd 5 méteresekkel a vendégek nyertek. Az Aqua SE végül az 5. helyen fejezte be a bajnokságot. Kijelenthetjük, hogy a gyermekcsapatunk Édesold kollégámmal nagyszerű munkát végzett egész szezon során. Nagyszerű mérkőzéseket játszottak, és most a végén az utolsó fordulóba a Sopron ellen játszották a szezon egyik legjobb meccsét, és biztató jelekkel várjuk a következő szezont. A gyermekcsapat a B csoportnak az 5. helyen végzett, ami nagy előrelépés, hiszen az előző szezonban a D csoportban voltunk, tehát ugrottunk föl 2 csoportot, és nagyon büszkék is vagyunk a srácokra. A serdülő csapat 12-8-ra kikapott a soproniaktól, és az 5. helyen fejezte be a szezont. Az ifjúságiak 15-7-es vereséget szenvedtek, és végül 6-ak lettek az A2 osztály B csoportjában. A serdülő csapattal lehetett volna jobb is a szezon, azonban volt pár olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a tabellán a 4. helyen voltunk, illetve szeretnénk majd a következő szezonban ezt kijavítani, ezt a csorbát. Azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a mostani 2007-esek korosztályt fognak ugrani, így a 2008-osokon lesz majd a főszerep. Az ifjúsági csapatban létszámhiánnyal küzdöttünk egész év során. A feljátszó, serdülő játékosok alkotta együttes. A várakozásoknak megfelelően teljesített. Ők is a B csoportban, viszont a 6. helyen végeztünk, ami szintén előrelépés számukra is, hiszen ugyanúgy 2 csoportot ugrottak fölfele, azonban szerintem még lehetett volna jobb is, viszont így sem vagyunk elégedetlenek, tehát azért örülünk ennek a szereplésnek is. Mint az edző elmondta, reményeik szerint a jövőben már nem kell létszámgondokkal küzdeniük. A létszámunk igazából még a régi időkből jött, tehát még amikor Sóston edzettünk kint. Amióta a városi úszodában vagyunk, egyre többen vagyunk a kicsiknél, viszont a 2005-ösök, akik most öregedtek ki, igazából még a régi sóstói időszakokból jöttek, és ez miatt volt a nagyobb létszámhiány. Viszont ahogy építkezünk fölfele, úgy látszik, hogy azért ez az ifi csapat is majd egyre jobb lesz az idők múlásával. A serdülő játékosok minden hétvégén 2 mérkőzést játszottak, ami nagy erőpróba volt, és ezáltal fejlődtek is egész szépen. A 2006-osok belerázódtak a mostani szezonban az ifi bajnokság légkörébe, és a következő évben a 2006 és 2007-es születésű játékosok már együtt fognak játszani egy mérkőzést, ami alapján bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy minél jobb eredményt érjünk el majd a következő szezonban az ifi bajnokságban. Bár a bajnokság befejeződött, a játékosok még június 21-ig edzésben maradnak. Aztán következik a nyári szünet, majd július végén elkezdődik a felkészülés a következő szezonra. Kedves nézőink, iradunk végére értünk, úgyhogy nézzük főpíreinket még egyszer, de már csak röviden. Idén már 22 baleset történt a vasúti átjáróban Magyarországon. Ez 6-tal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A baleseteket legfőképpen az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozza. A szemléletformálás érdekében a MÁV csoport az Érj haza biztonságban kampány keretében podcast sorozatot indított. Felújított útszakaszt adtak át Geszteréden. A községbe Nagykáló felől bevezető külterületi út 2,7 km hosszan újult meg. A beruházás 300 millió forintba került, amelyből 285 millió forintot a vidékfejlesztési programban nyert forrásból finanszírozott az önkormányzat. Komplex felzárkóztató program keretében újult meg az az épület Tiszavasváriban, amely a jövőben a város tanodájának és a biztos kezdett gyerekházának ad otthont. Az épület korszerűsítése egyedi kormányzati támogatásból valósult meg, csak nem 160 millió forintból. A program kiemelt célja, hogy megakadályozza a lemorzsolódást a hátrányos helyzetben élő fiatalok körében. Május 16-án csütörtökön Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap is jelentkezünk majd híradóval, és várja Önöket a weboldalunk is, a kölcseitv.hu. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Pénteken mérsékelt légmozgás mellett északkeleten erősen felhűs égbolt lesz jellemző, a délelőtt folyamán tartósabb záporok, a délután folyamán zivatargócok is kialakulhatnak. A csapadék hatására a hőmérséklet is alacsonyan maradhat a déli és a nyugati ország részhez képest. 13 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk pénteken.